Sziasztok, sátszkém! Én Dani vagyok, és íme itt vagyunk egy következő videóban! Úristen, milyen rég köszöntem be így! Na! Szóval srácok, sziasztok, hello, hello mindenkinek, én Dani vagyok, és igen, következő videó, és most ebben a videóban nem más lesz, mint megkért engem egy falusi barátom, hogy menjek el a falujában, falujába, és segítsek neki felszedni egy lányt, ami, hát, nem az a szokásos ilyen hőstett, amit szoktunk csinálni, de amondó vagyok, hogy most tehetünk egy kivételt, és megnézhetjük, hogy mit is tud ez a kedves illető. Szóval szerintem menjünk is gyors a falujába, és ja, akkor keressük meg ezt a régi barátomat, és akkor segítsünk neki felszedni egy lányt a faluban. Hát ja, mindegy, igazából srácok, ti is ottan írhattok csajozásos tippeket a komment szekcióban. Nem, tehát hogy ezt így nehogy félrejtsetek, nem nekem kell, hanem mit tudom én, hogy ti például hogyan szednétek fel egy lányt. Ja, mindegy, ez most így egy eléggé furcsa tematikájú videó, de ennyi. És amúgy lányok, ti is nyugodtan leírhatjátok, hogy amúgy ti mit szerettek például a fiúktól. De ez most tényleg nem, hogy félreértsetek, tehát én most tényleg nem arra megyek, hogy én most így rájöjjek így a nagy csajozás titkaira. Ugye van egy ilyen, vagy nagyon-nagyon sokan kérdeztek, hogy van-e barátnőm vagy nincsen. Erre továbbra sem szeretnék válaszolni, és ne is nagyon kérdezzetek meg tőlem, mert ja, gondolom, hogy egymillió ilyen komment lesz, főleg ez a videó alatt. Na de mindegy! Na szóval srácok, itt is vagyunk szépen a faluban, ugye hát az iránytűt követtük, de nem azért, de nem volt túlságosan nehéz ezt a falut megtalálni, hát itt van a jó kis havas táj közepén. Na, most már csak annyi dolgunk van, hogy megtaláljuk a illetőt, akinek segítenünk kéne, és az a másik kérdés, hogy ugye hát a csaj pontosan ki lesz, akit fel akar szedni, hát majd meglátjuk, na! Hát gondolom, hogy nem ilyen kis ház valakit, legalábbis hát nem tudom, mindegy, megnézzük szépen. Átnézzük az egész falut, hú de rossz a faluságnak, hogy be van fagyva itt a jég, aztán nem nagyon fog teremni a búza, na mindegy. Hol vagy? Hol van a falusink, srácok? Nem nagyon tudom, hogy melyik házba bújkálhat. Ó, ez itt Lilla, ő lesz a lány, akit fel akar szedni? Húha, húha, húha. Na nézzük, várjátok, egy kicsikét csekkoljuk le akkor a lányt, hogy mégis kiről van szó. Jól látom, hogy valami fehér állatbőr van rajta, akkor szereti az állatokat. Mindegy. Van rajta egy rózsa, talán azért rózsa akar lenni, vagy virág, nem tudom. Hát ja, rózsa, virág ugyanaz, na mindegy, a Istenem. Jaj. Na mindegy, és ja, ott áll és néz kifele, jó? Rendben van, hol van a barátunk? Ott látom a nevét, jaj Istenem. Hú, na jó van, szóval normálisan kell bemutatkoznunk, régi jó haver. Hú, hello, szia, szia Dani, hello, szia, szia, hello, na, hogy nyitogatja is az ajtót, szia, hello haver, na, jöttem igazából, amint tudtam, hallottam, hogy tippek kellenének, meg ilyenek, hát, ja, össze kell téged rántanunk, hogyha sikeresen akarjuk zárni ezt a napot. Igen, sajnos nem boldogulok, hát nem baj, bro, segítünk neked. Cseszed látom, üres, eléggé csó lesz vagy, na mindegy. Hát figyelj, elsősorban azt a összenőtt szemöldököt én egy kicsikét megborotválnám, vagy nem is tudom, na mindegy. Figyelj, tanács, ezt vedd fel, jó? Tehát, hogy oké, hogy nincsen hajad, meg ilyenek, de ez egy kicsikét talán, ja igen, öltözködj fel, úgy, ez kicsikét talán dob rajtad, na. Oké, kezd jó lenni, várjál, gyere egy kicsikét, jó lett, igen, csak gyere egy kicsikét. Hol vannak? Ott vannak virágok. Gyere! Köves! Na! Srácok! Kicsikét színezzük fel! Legyen mondjuk sárga szedbe. Az mondjuk talán még úgy normális lesz. Nem tudom, hogy többféle virág van-e itt. Igazából csak úgy nagyjából sárgát látok. Ó, ott van piros is. Nagyon jó. Piros-sárga keverék lesz rajtad, ha nem probléma. Na! Gyere is gyors vissza! Gyere gyors vissza! Na! Folytassuk a feldobást rajtad. Aztán majd jönnek a szövegek, meg mindenek betonolása. Ja, Istenem, előre látom, hogy nehéz lesz. Vaj, melyik a te házad? Ott, igen, ott, oké, és na. Szóval, vagy nem, de igen, ez az, ugye? Így is van ez az, na. Figyelj! Szóval, csináljuk akkor ugye ebből egy piros tucot, meg ilyeneket. Na, dobd ide a szetted! Dobd ide, úgy van. Szépen egy kicsikét felszínesítsük a dolgokat, mondjuk legyen a nadrágod, legyen a nadrágod sárga, annak az illik ugye legnormálisabban. Meg sárga nadrág, akkor legyen most már sárga póló, így szépen egybe illik. Tessék, legyen mondjuk egy menő piros cipő, tehát akkor most már az nem lehet azért, hogy sárga, az már kicsit túlságosan
elmenne úgymond a izét, vagy szerintem a milyen kis barna sapka az most egyelőre megmaradt, a piros meg a sárga se nagyon illene. Jó, na! Érzed már az átalakulást? Úgy közben itt nem tudom, jönnek be a haverjaid, na mindegy. Na, szóval érzed, na figyelj! Hú, kérdés, mit mondanál neki elsőnek? Tehát mi az, amit te elsőnek szépen mondanál a lánynak, hogyha találkoznál vele? Ez például nagyon fontos dolog, hogy normálisan kell oda menni hozzá, nem ilyen gagyi kis szövegeket. Tetszek neked? Jó, Istenem! Jó ez a duma? Nem. Figyelj, elsősorban oda mész, és kicsikét kérdezősködj, hogy ő miket szeret, mit szokott csinálni, meg ilyenek, milyen volt akár a napja, meg stb. És mit tudom én, hívd át egy vacsorára, tessék van nem eszek, mindegy, megtartatod. Adok neked kaját, áthívhatod majd egy vacsorára. Ott is majd szépen próbálj meg tőle kérdezősködni, meg ilyenek, köszi, nincs mit. Na, szóval ez nagyon fontos dolog. Jó, következő. Hát kicsikét vékonyak a kezeid. Szóval kicsikét ezért is dolgoznunk kéne, gyere. Na, figyelj. Tegyük fel, mondjuk, mit kéne izélni. Jó, figyelj, csinálj mondjuk nekem itt 5 darab guggolást most elsősorban, ez nem annyira bonyolult. 1, 2, igen, 3, 4, 5. Jó, rendben van, na, csinálj 5 darab ugrást, ez még nagyon-nagyon alap. Oké, jó, 4 és 5. Na jó, jó, na, most a kettőt egyszer, így, és közben pörög is. Ez vicces lesz. Pörög, 360 fokba, gyerünk. Úgy van. Ja, Istenem. Jó, na figyelj. Most ezt a veteményest fuss körbe 3-szor. Nem csak 2-szer, jó, legyen csak 2-szer. Na gyerünk. Igen, jó, mindjárt meg lesz szépen az első. És mit tudnám neki adni amúgy, srácok? Mit kéne még neki mondani, mi az, ami még izélne? Na mi az, nem? Nincs lazsálás, gyerünk. Jó, oké, és súlyemelés lenne menő, de mit emeljen? Emeljen mondjuk fát, jó, emeljen fát. Na, következő! Ezt a fát szépen emeld meg, nem tudom azt, hogy mondjuk, hogy kéne. Dobáld fel így szépen! Úgy van. Úgy van. Dobd és kapd! Minecraft nem tudom, hogy tényleg hogy lehet súlyt emelni, de mindegy, megfelelő, jó, elég lesz. Na, ennek kell egy kis, mit tudom én, vitamint. Ez nagyon-nagyon finom lesz. Igen, ez nagyon fontos, hogy nem, ne dobd vissza, na. Szépen ez kell lenned. Na, gyerünk, finom lesz. Hogy, hát ez már a te dolgod. Na mindegy, jó, nem baj, jó van, na mindegy. Jó, inkább egyél olyat, hát az mondjuk nem a legegészségesebb, de nem baj. Na! Jó, figyelj, én azt mondom, hogy tegyünk egy próbát, jó? Gyere szépen, na. Hol is volt a lány? Ott volt, igen, ott volt. Na, figyelj, menj oda, félek, hogy beégek. Nyugi, nem fogsz beégni, na. Figyelj, menj oda, és igazából csak mondd meg neki, hogy mit tudom én, nem akarna majd valamelyik este, vagy... Várjál. Ne, van egy jobb ötletem. Menj oda, kérdezd meg, hogy hogy van, mi a helyzet vele, és mondjuk, nem tudom, kérdezd meg, hogy valamelyik este nem akarna veled majd eljönni valahova, jó? Oké, és na, menj oda. És ha visszajössz majd, akkor jelentkezz, hogy mi történt meg ilyenek. Na! Gyerünk, menjél szépen, beszélgess vele! Gyerünk, ne félj! Nem kell félni, na! Gyerünk, jó! Oké, jó! Várjál! Vigyél neki ajándékot, várjál! Nincs alamvirág, szóval vigyél neki ilyet! Ja, van nálad, oké? Adj neki virágot, oké? Oké, rendben, azt szeretik. Na, gyerünk! Nézzük, srácok, hogy mit fog izélni. Na, szia! Ja, Istenem. Na, hogy vagy? Jajaj. Bármi? Esetleg? Én jól, te? Na, oké. Haladnak a dolgok, srácok. Na, oké, egészen jól áll. Na, várjál, sugok neked hátulról. Hozzon neked virágot. Na, igen, így van. Az jó ötlet. Igen, jó, okés. Három darab mondjuk, ez egy kicsikét sok, de nem baj. Most dicsérd meg, hogy mennyire jól néz ki. Dicsérd meg, na, gyerünk. Vagy elbújok így a kút mögé. Így csak nem fog észrevenni. Jó, oké, és nagyon jól nézel ki. Oké, nagyon-nagyon jól alakul. Oké.
Most biztos, hogy ezt meg fogja köszönni. Köszönöm kedves szavaid. Na most figyelj, hívd el egy vacsorára. Hívd el holnapi napra egy vacsorára, jó? És hogyha eljön, akkor ez már sinem van, és akkor már haladni tudsz. Na, gyerünk. El tudnál jönni holnap egy vacsorára. Na, hogyha igen mond srácok, akkor megvan. Akkor fixen megvan. Na, hát nem is tudom. Mondj igent! Jaj, nem akartam, bocsi. Nagyon finom a kaja. Igen. Jaj, Istenem, na, gyerünk. Menni fog. Na, jó, elmegyek, ez az. Hú, megvan, jó. Oké, most csak egy kedves szavakkal búcsúzzál, na. Köszönöm, hát ez mondjuk elég érdekes volt. Na, mondd neki, hogy legyen jó estén, meg minden, meg vigyázz magadra. Az nagyon izé, az nagyon ilyen nyalós, meg ilyenek. Na, és aztán majd gyere vissza. Holnap találkozunk, vigyázz magadra. Na, oké, gyere. Na, nyugi, mielőtt még elrontod, gyere. Te is, szia. Na, gyere. Gyere már. Na, megvolt, bro. Megvolt. Na. Falusi barátom, hát igazából most már csak nincs más dolgod, mint hogy egy normális vacsorát főzni és ott nem elrontani a dolgokat. Hát srácok, megtét tudtuk csajozni, úgy tűnik a falusi barátunkat, hát ja. Na mindegy, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és amit mondtam, hogy azokat írjátok le a kommentbe, és iratkozzatok fel a csatornámra, és csináltok a csengőt, mert akkor ugye mindig kaptok értést és meg minden. És srácok, találkozunk legközelebb, és még egyszer köszépét voltok. Sziasztok!